Magyar Péter életviteléhez jól jött a magas uniós fizetés. A Tisza párt alelnöke korábban azt mondta, ő biztosan nem megy ki Brüsszelbe. A politikus egyfajta kifizetőhelynek nevezte az EP-t. Az uniós képviselőségről pedig úgy fogalmazott, idézem, az a legnagyobb kamuállás a világon. Én fogom vezetni ezt a listát, de én nem tervezem, hogy kimegyek Brüsszelbe. Nyilván most a nevem miatt ez esetleg hasznos. Én itt szeretnék itthon dolgozni, június után is, és építeni ezt a közösséget. Magyar Péter többször is azt hangoztatta, 2026-ig biztosan itthon akar maradni. Ezt azzal indokolta, hogy vissza akarja venni a hazát. A Telexnek adott interjújában pedig egyenesen azt mondta, az Európai Parlamentbe biztos, hogy nem ül be. Nyilatkoztam már korábban, hogy az Európai Parlament biztos, hogy nem ülök be. Az ATV-nek pedig egyenesen azt állította, nem fordulhat elő olyan helyzet, ami miatt ő megváltoztatná döntését. Már többször lenyilatkozta, hogy Brüsszelbe nem megy, ezt fenntartja? Fenntartom. Nem adódhat elő olyan helyzet, hogy kimenjen Brüsszelbe? Szerintem nem adódhat elő ilyen helyzet. Tavaly nyáron pedig egy ismerősével csetelve Messengeren magyar egyfajta kifizetőhelynek nevezte az EP-t. Az uniós képviselőségről pedig úgy fogalmazott, az a legnagyobb kamuállás a világon, havi 20 ezer euróért. 5 év alatt mindegy 2 milliárd forintot lehet itt akasztani. Ezek a felvételek pedig kedden készültek a Tisza párt alelnökéről az Európai Parlamentben. Magyar Péter első uniós munkanapján a telefonját nyomkodta. Magyar Péternek, valljuk meg őszintén, politikusként nem volt más lehetősége, mint ugye egyből az európai politikába katapultálni magát, hogy a budapesti közgyűlésben, ahol apró munkával kellett volna foglalkoznia, az nem egy politikai ugródeszka neki, tehát ez egyrészt várható volt, nyilván tudtuk, hogy nem fog igazat mondani. Az egy másik kérdés, hogy volt bő egymillió ember, aki elhitte neki, hogy igazat mond. Ez egy ugye a politikai pszichológia tárgyába tartozik, ez egy szomorú történet, amelyet majd megbeszélünk, mikor már túl vagyunk rajta. Bálint Botont hozzátette, ezzel a lépésével Magyar Péter tovább csökkentette hitelességét.